szép jó estét, sziasztok! Gondoltam, megmutatom, hogy hol foglaltak nekünk szállást, illetve hol van a menős szállásunk, mert ugye most itt vagyunk Felső-Ausztriában, itt dolgozunk, és kicsit messze lenne minden nap hazajárni. Ezért kaptunk egy kis apartmant. Most lent vagyok, mert kicsit arrébb kellett megállnom autóval, mert ez most itt van benne a belvárosban, ez a főtér, és itt csak egy ilyen kurzpark zón van, szóval csak egy rövid ideig lehet megállni. De így néz ki, tök szép házak vannak. Nem nagyon tudok erről a településről semmit, Felső-Ausztriában van. És kaptunk itt egy kis lakást erre a néhány hétre. Illetve hát most a héten vagyunk itt először, mert egy másik lakásban voltunk, de ez egy kicsit jobb, mint az előző. Van ott egy ilyen templom, kicsit nehezen beszélek, már elfáradtunk. Tök jól néz ki az épület is ott a háttérben. Szóval itt vagyunk, itt van a lakásunk, és itt van még egy épület, amit gondoltam megmutatok, szerintem tök jól néz ki, nem tudom, mi fog látszódni a homlokzatából. De ilyen festett a homlokzat. Várjátok, majd úgy tartom a kamerát, hogy talán jobban látszódjon. Szóval nem stukkók vannak, hanem csak festve vannak a stukkók. És így néz ki. Szerintem tök jó, vagy tök érdekes inkább. Magamnak azért nem csinálnék ilyet, meg nem csináltatnám meg magamnak ilyenre, de mint érdekesség itt abban a belvárosban szerintem tök jól néz ki. Na hát, nem tudom nektek milyen volt a mai napotok, írjátok majd meg kommentben. Délig mi csak kínlottunk a rossz idő miatt, esett-elállt, ugyanaz, mint tegnap. De délután azért jól bele tudtunk húzni, és elég jól is haladtunk. Körülbelül felét be is tudtuk fóliázni, és emlőlécezni. Úgyhogy, ha minden jól megy a héten, tényleg jól lesz zárva. Ez volt a tulaj kérése is, meg így terveztük mi is, hogy legalább annyira megcsináljuk, hogy ha eső lesz, akkor már ne állzom be. Aztán akkor jövő héten majd lécezünk, ami még elmarad, meg befejezzük, és akkor itt hagyjuk addig, amíg a bádogosok majd megcsinálják, mert nem mi fogjuk a bádogozást csinálni. Egyébként ez egy ilyen belső udvar, itt egy ilyen lift, és ott a felső szinten, valahol ott hátul, ott van benne a lakásunk. Srácok már itt vannak, őket kiraktam. Szóval a srácokat már kiraktam, felvettem a cuccokat, én meg félre parkoltam az autóval. Úgyhogy, ja, jó pihenést, szép estét nektek, és kitartást a holnapi napra, meg ehhez a kis esős vacak időhöz, ami mostanában van, de hát ősz van, sajnos ez van, nincs mit tenni, úgyhogy kénytelen vagyunk elviselni az idei nyarunk az egész jó. Nem volt olyan nagyon sok eső, legalábbis errefele, amerre mi dolgozunk. Na jó, srácok, szép estét, jó pihenést nektek, írjátok meg, hogy tudtatok-e dolgozni, illetve, hogy milyen munkát csináltok. Sziasztok!